Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Mai adásunkban egy beszámoló következik, hiszen stratégiai megállapodást írt alá az Agrár Marketing Centrum, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület és a Takarékbank. Ez egy nagyszabású kampányt jelez, az átfogó szakmai összefogás és társadalmi kampány célja, hogy felhívják a figyelmet a méhek ökológiai fontosságára, javítsák a mintegy 20 ezer család megélhetését biztosító méhészeti ágazat gazdasági helyzetét és versenyképességét, illetve ösztönözzék a hazai mészfogyasztást. Erről fogunk beszélgetni, vendégem pedig Kis Norbert, a Méhészek Fejér megyei egyesületének elnöke. Szervusz! Szervusz! Örülök, hogy itt vagy velünk. Nos, azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos lépcső, de mielőtt erről beszélnénk, azért nézzük meg az idei esztendőt, hiszen a gazdaság egyéb ágazatait azt hiszem, hogy erre rányomta a bélyegét a koronavírus járvány, tehát a pandémia idején azért csökkent a gazdaság teljesítőképessége. Ugyanakkor agrárágazatot, általában a szántóföldi növénytermesztést, és ezzel együtt jár a méhészek helyzete is, viszont jelentősen visszafettette a szélsőséges időjárás. Hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy hideg volt, aztán rendkívül csapadékos, aztán aszály volt, ami mind-mind meghatározta azt a három alapvető növényt, tehát az akácra, a repcére, a napraforgóra gondolok, ami a biztosítja, illetve hát még a vegyes virágméz, az ugyanaz. Kezdjük az elején talán. A szárazság az mennyiben befolyásolja a méhészet helyzetét? Erősen, hiszen a repcénél is ugye számított is azért, hogyha az őszénél már ott már számít, hogy jó csapadékos legyen, hogy szépen tudjon fejlődni a növény télen. Tavalyi év is elég száraz volt ilyen szempontból, és az időjárásunk se volt az igazi repcénél, úgyhogy az is az átlag alatt lett. Fejér megyében is változó, azért elég szerencsés táj vagyunk abban a szempontból, hogy több rétű a megye, úgyhogy volt egy-két olyan rész, ahol sikerült jól pörgetni róla, de azért a többségében sajnos elmaradt a vártól a repce méz is. Az akácról beszéljünk, mert az akácméz az hungarikum mindenképpen, és azt hiszem, hogy a hazai mészfogyasztók tudják, hogy gyószerivel minden család éléstárában megtalálható. Igen, sajnos ez az egyik legnagyobb bevételi forrásunk, az akácméz, és az idén háromszor fagyott el az akácvirág, úgyhogy hiába volt a fákon fehér virág, nektárt nem adott, úgyhogy az idei év az hát körülbelül negyede lett az akácméz annak, ami szokott lenni. Úgyhogy ezért is van ez a jelentős drágulás sajnos az akácméznél. A hordós ára is jelentősen emelkedett, és ezáltal ugye emelkedett a piaci ára is, az üvegezett ár is. Nagyon sokan voltunk úgy, akik nem tudtunk elvenni semmilyen akácmézet a kaptárakból idén. És akkor végül a napraforgó, aztán visszatérünk az árra és a mennyiségre. Napraforgó is azt olvastam, illetve hát a tapasztalat azt mondatja velem, hogy szintén nem az igazi az idei. Igen, ott pedig ez a 30-33 fok körül lenne az ideális hőmérséklet a napraforgó virágzásra, akkor mézel igazán. Most idén ez ilyen 24-25 fok körül volt, és akkor is pont az volt, hogy előtte esett, a gazdák se tudtak rámenni a földre akkor, permetezni nem tudtak normálisan sajnos ők se. Ez meg is látszódott sajnos az idei napraforgón. Most annak tükrében, hogy az Európai Unió harmadik legnagyobb méztermelő országa vagyunk, és 20 ezer család foglalkozik méhészettel, ez mennyire veti vissza a magyar méhészeti ágazatot? Hát, arányosítsunk egy kicsit, ha a tavalyi esztendőhöz vagy egy jó közepes évhez mérjük. Olyan 25-30 ezer tonna mézet szoktunk termelni egy évben. Ez az idei évben ez 10-15 ezer tonna, úgyhogy körülbelül a harmada lett annak, ami az ideális mézmennyiség lett volna. Így a belföldi piacot azt el tudjuk látni, de exportra sajnos kevés megy. Ugye a belföldi piacot fejleszteni kell, erről már számtalanszor beszéltünk, hiszen a hazai mézfogyasztás az európaihoz képest elmarad az uniós átlagtól, majdnem a fele, ugye 1,7 kg az uniós, és majdnem a fele a magyar.
számtalan kampány született, tehát ez eddig rendben van. Ugyanakkor most meg azt olvashatjuk, arra figyelmeztetnek bennünket, hogy most vásároljunk mézet, mert ha elfogy, akkor egyrészt, tehát itt az akácmézre már utaltál, de az összes többi is elfogy, illetve olyan áron lehet megvásárolni, ami már tényleg nagyon-nagyon drága lesz. Igen. Mi ebből az igazság? Sajnos így állunk idén. A tavaszig talán ki tudjuk húzni a mézmennyiséggel, és reméljük, hogy nem kell importálni külföldi kétes eredetű mézet. Azért vannak, akik szépen tudtak termelni az országba, és ők el tudják látni például a többi piacozó. De ugye méhészt. Ez decemberig tart elvileg, körülbelül, vagy koratavaszig? Hát koratavasz, január-február talán. És az áramelkedés az mennyire valóságos? Az akácméz is például olyan 2300 forint körül ment tavaly, most idén 2800-3000 forint egy kiló akácméz, és nem tudjuk, hogy ez emelkedik-e még. Valószínű, hogy tavaszra már, amire nagyon kis mennyiség lesz, lehet, hogy még egy csekély mértékű emelkedés várható, attól függ ugye, hogy a hordós ár hogyan változik. Arról beszéltünk, hogy számtalan kampány született, ez a mostani megállapodás, ez több. Miként járul ehhez hozzá a Méhészeti Egyesület, hiszen itt a statisztikák arról is szólnak, hogy meg kell védeni a mi állományt, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy Amerikában már kézi beporzást végeznek, ami enyhén szólva is vicces, legalábbis nekem, hiszen megszokhattuk, hogy Magyarországon a méhek elvégzik ezt a munkát az emberek helyett, és ez szerintem így van rendjén. Egy ilyen időszak, egy ilyen szélsőséges időjárás időszak mennyiben nehezíti meg az agrárgazdák dolgát, akik viszont számítanak arra, hogy a beporzást a méhek végzik? A családszám csökkenés miatt is ugye így akkor a beporzás része is ugye csökken. Igyekszünk tartani a családszámot, szerintem a többsége méhészeknek, hiszen ez biztosítja a megélhetésünket. Viszont hogyha ugye ez a szélsőséges időjárás ugye nem kedvez az atka részéről se, most például ilyen párás idő, meg minden ilyenkor erősebben szaporodik az atka sajnos, úgyhogy jobban kell figyelnünk a betelelésre idén. Ezáltal ugye most biztosítjuk a jövő tavaszi mélyállományt például, ami majd ugye a koratavaszi beporzásnál jelentős lesz. Egy kicsit foglalkozunk Fejér megyével, mert most általánosságban az országról beszéltünk. Voltak Fejér megyében, akik feladták, hiszen tudjuk, hogy a Fejér megyei Méhész Egyesület erős csapat. Igen. Az országban elég nagy számot teszünk ki. Egyelőre még csökkenést nem látunk, pár új tagunk van. Szerintem körülbelül egy 3 hónap, vagy most lesz majd a családszám bejelentés, és utána fogom ezt látni, hogy körülbelül mennyi a családszám változás, illetve kik azok, akik abba hagyták, vagy összevonták a méhészetüket. De személyes véleményed szerint szakemberként tartható az az állapot, hogy egy négyzetkilométerre ugye jelenleg 12 méh család jut, és ezt tekintjük mi ideálisnak? Kicsit több, mint az ideális, mert elég nagy a mélysűrűségünk, de megporzás részéről viszont ez jó, szerintem egyelőre tudjuk tartani, remélem. És Fejér megyében azok, akik szakmaként hivatásnak tekintve foglalkoznak méhészettel, ugye az ő nem csökkent, viszont a kesztelésből azok, gondolom, hogy inkább ők azok, akik feladják majd. Változó, mert most viszont ugye a gazdasági helyzet is olyan, hogy a nem a méhész fizetés, hanem ugye a sok méhésznek volt rendes szakmája előtte, és sokan visszatértek ahhoz a szakmához, mert olyan megélhetés biztosított, ami biztosabb, mint most a méhészkedés. Ezáltal például sokkal több profi méhész hagyta abba, főméhész, és pont a hobbi méhészek száma nőtt jelenleg. Értem. Nos, akkor térjünk vissza erre a kampányra. Én azt gondolom, hogy ez egy óriási előrelépés. Mennyit segít ez egyébként? Hiszen ha megnézzük, ugye a méhcsaládok vásárlásával, mézkészítéssel, a méhek kulcsfontosságú szerepének bemutatásával, a méz gasztronómia és emberi szervezetre gyakorolt előnyeinek ismertetésével és a gazdák helyzetbe hozásával szeretne foglalkozni kiemelten.
ez a megállapodás. Vegyük sorban, a mély családok vásárlásában mennyit tud segíteni egy ilyen kampány? Ha jól tudom, akkor a Takarékbank részéről ez valamilyen kedvezményes hitelt akar, még pontos részleteket nem tudunk róla, hogy ez hogyan fog kinézni. Ezáltal ugye méhek vásárlását, nagy eszközök vásárlásában tud kedvezményes hitelt nyújtani a Takarékbank, illetve különböző ismeretterjesztő anyagokat is, ha jól tudom, akkor közösen csináltunk, és azokat is terjeszteni fogja például a Takarékbank, hogy a fiatalok felé nyisson jobban, mert egy erősen öregedő szakma, a méhész szakma, és kevés a fiatal méhész. Ha jól tudom, akkor ez is az egyik célja a Takarékbanknak például. A másik pedig, hogy nyilvánvaló, hogy a méhek kulcsfontosságú szerepének bemutatása ott rájuk hárul, mármint az OMMÉ-re, a Méhészeti Egyesületre, illetve az Agrármarketing Centrumra. Igen. Hogy képzeljük ezeket az edukációs kampányokat? Tehát ez a nevelési célzattal születik nyilván. Igen. Az AMC-vel már évek óta jó a kapcsolatunk, hála égnek, és kölcsönösen segítjük egymást. Az OMME ugye adja a szakmai részét, a tudás részét, az AMC pedig adja ugye a marketing részét, és ezáltal így akkor segítenek egy olyan tudást megosztani a Takarékbankon keresztül, meg az AMC-nek a kampányain keresztül, amik ilyen ismeretterjesztő kiadványok, kisfilmek, ha jól tudom, ilyesmi. Hogyan lehet megcélozni az élelmiszergazdaságot? Gondolok itt, hogy a gasztronómiai nagyszerűséget azt erősíteni kell valamilyen szinten, hiszen valljuk meg, ahogy már beszéltünk róla, a hazai mézfogyasztás azért még ott közepes. Igen. Európához mérten. Tehát ott is születnek a kampány szerint filmek, bemutatók, és így tovább. Ha jól tudom, akkor igen, meg ugye a gasztronómiai jelentőségét próbáljuk erősíteni a méznek, hogy ugye ne cukrot használjunk, hanem egy sokkal egészségesebb cukorfajtát, vagy mézet, hiszen ugye ebben sokkal több adalékanyag van mellette, ami jótékony, szemben a cukorral. Úgyhogy ezt a részét próbáljuk erősíteni. Igen, ezt méltatlanul elhanyagolták mindez idáig, hiszen ne feledjük, hogy 100 élelmiszerből 70-hez kell méz, igen, és használnak is. Ezt szintén ez a kampány majd megerősíti? Igen, igen. Jó, akkor nézzük meg, hogy hogyan lehet a gazdákon segíteni, hiszen nem minden esztendő ugyanolyan, nagyon is jól tudjuk, hát itt volt az idei. Az agrárhitelek vonatkozásában milyen előrelépés várható? Ezt a részét ezt nem tudom még pontosan, sajnos, mert hogy itt, a Takarékbank nyilván meghirdette, és akkor ez segít. De ez egyébként a hitelezőknek fontos a hitel? Abban az értelemben, hogy vannak olyan hitelek, amelyek a méhészeket segítik? Eddig is voltak? Eddig ennyire nem volt konkrét méhészkedésre vonatkozó hitel. Ugye agrárhitelek voltak, abból egy párat igénybe tudtunk venni. Szerintem ebbe lesz előrelépés a Takarékbank részéről. Nézzünk meg, Fejér megyében ugye 20 ezer magyar család van, arról beszéltünk, hogy Fejér megyében ez kicsit arányosítva több a területhez mérten. Mire kell ügyelniük a méhészeknek megyében? Tehát mit tesz értük a Fejér megyei Méhész Egyesület? Hát igyekszünk összefogni Ez nagyon jó, viszont Bros Péter azt mondta, hogy egy olyan együttműködési megállapodást kell aláírni, amely biztosítja a nagy bajban lévő tenyészállatoknak, tehát a méheknek a továbbélését. Ez üzenetértékű számotokra egyáltalán a Fejér megyei méhészek miként vélekednek erről? Tehát konstruktívak-e? Tehát odafigyelnek-e arra, hogy milyen üzenetek érkeznek, és hogyan sikerül ezt közkincsé tenni? Szerintem igyekszünk segíteni az OMMÉ-t mi is, illetve mi is szívesen fogadjuk természetesen a segítséget. Ha jól emlékszem, ilyen 3450 család körül van a Fejér megyei Egyesületnél, akik méhészkednek. Ebből ugye 576 tag van,
és ennek a része is ugye erősen idősödő méhészekből áll, kevés a fiatal. Szerintem a fiatalok, akik ezt jobban meg fogják tudni, vagy ki fogják tudni használni, úgymond, ezt az összefogást. Arról beszélhetünk, hogy ugye generációváltás is szükséges, mert hogy, ahogy említetted, nagyon sok az idős méhész, és hát ezt pont jónak mondom, hiszen te a fiatal korosztályhoz tartozol, és a családod is már ősidők óta méhészettel foglalkozik, tehát igen, ez egy jó dolog. 31 éve. Így van. Tehát vannak fiatal méhészek, olyanok, akik átvehetik a stafétabotot? Úgy vettem észre, hogy nem konkrétan átveszik, hanem a méhésznap szervezésénél is láttam új arcokat, akik jöttek segíteni, és ott is beszélgettem a fiatalokkal, és sokan nem úgy voltak, hogy átvették a családi méhészetet valakitől, hanem újként ugrottak bele. Valakinek kapcsolata volt az agrár témával, valakinek semmilyen kapcsolata nem volt, és csak elkezdett méhészkedni, de hálainak úgy veszem észre, hogy valaki méhészhez csapódnak, aki segít nekik, és nem csak az, hogy ők most nulla szintről nekiállnak méhészkedni, és akkor mennek a fejük után, hanem találnak mentort maguknak. Ugye a kampány neve nagyon aranyos, tehetsz még többet, ugye ez az a nevelési, igen, lakossági, nagyszabású edukációs kampány. Mikor kezdődik ez? Ősszel, ha jól tudom. Tehát ősszel? Addig is hogy lehet átvészelni ezt a nyarat? Tehát mi a teendője ebben az időszaknak, az időszakban a méhészeknek, hiszen most már azért a virágzás elmúlt, ugye, igen, tudjuk, repce napra forgó, mi a legfontosabb feladat? Jelenleg a téli élelemnek a feletetése van, illetve az atkára figyelni mindenkinek. Különböző szerekkel, most már hálainak elő sok a természetes szer is, amivel tudunk védekezni az atka ellen, és jó lenne, hogyha nem a megrözzött dolgokhoz ragaszkodnának, hiszen a méhek is ugye hozzá tudnak szokni egy-két szerhez, és jó lenne, hogyha egy kicsit jobban nyitnának a méhészek a természetesebb méhészet felé. Fontosnak tartom ezt a részét például. Összefoglalva, ez a kampány mennyi segít abban, hogy túlélje a méhésztársadalom, a méhek, illetve a fogyasztók is ezt a krízis helyzetet, miként látod? Bízom benne, igen, és ugye az Agrárminisztérium is segít minket a különböző támogatásokkal, így ezáltal remélem, hogy egy kicsit javul a szakma. Jó, hát köszönöm szépen, és bízunk benne, hogy ez így lesz. Köszönöm, és akkor hajrá! Köszönjük mély szépen! Plusz, hiszen tudjuk a régi mondás, mély plusz ész egyelő méhész. Köszönöm szépen! Köszönöm! Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk műsorunkat, hiszen csütörtökön Székesfehérváron megalakult az Éléstár bevásárló közösség, erről következik egy beszámoló. Tartsanak velünk! Néhány ajánlásra termelőket keresett, gyakorlatilag elkezdte szervezni a székesfehérvári bevásárló kosarat. Így indult útjára a fehérvári Éléstár bevásárló közösség még a nyár elején. Mostanra pedig az első termelői kóstolóval egybekötött piacnapon is túl van a szerveződés. Termelői helyi piacon vagyunk, ahol elindult egy, hát Fehérváron talán még kevésbé ismert kezdeményezés. Ezeket a kezdeményezéseket a város az hogy tudja felkarolni, támogatni, tudja egyáltalán? Azt gondolom, hogy tudjuk például azzal, hogy hírt adunk róla, és köszönöm szépen a Médiacentrumnak is, hogy ezt megteszi, hogy vannak ilyen kezdeményezések a városban. Hogy ezek sikeresek, az talán éppen a Jancsárkert minden szombaton délelőtt bizonyítja. De most ez az Éléstár, Székesfehérvár Éléstára, még szerintem nagyon szépen is hangzik ez a kifejezés, megint egy új kezdeményezés. Igazi termelők érkeznek, garantáltan egészséges, friss áruval, és azt gondolom, az élelmiszer biztonság az egyre fontosabb lesz, és talán az is felértékelődik, és ennek is folyamatosan a hírverést kell adnunk, hogy együk a hazait, mert hát valahol csak az a fenntartható, az a természetes a város és vidéke együttműködésében, hogy valójában mondjuk egy 30-40 kilométeres körön belülről érkezik az, amit egyébként élelmiszerként még elfogyasztunk. Ezt kellene hirdetni. Nyilván az állam különböző kedvezményekkel próbálja segíteni. Ugye most indult egy országos kampányt is, a országos kampány is a hazai termékek fogyasztása tekintetében. Ehhez kell azt gondolom, hogy a városnak is csatlakozni, mert való tényleg ez a fenntartható.
A bevásárló közösségek ugyan itthon még gyerekcipőben járnak, Nyugat-Európában már jelentős múlttal rendelkeznek. Ezek a kosár közösségként is ismert szerveződések, olyan önkéntes alapon szerveződő csoportok, amelyekben a helyi élelmiszer termelők és helyi vásárlók közvetlen kapcsolatba kerülnek egy szervezőn keresztül. Ahogy hozzánk lehet csatlakozni, vagy ahogy működik majd a rendszer, az úgy néz ki, hogy egy Facebook oldalon vagyunk most nyilvánosan, egy Facebook oldalon szereplünk, ahol feliratkozási platform is van, illetve e-mail címünk, és ez alapján tudnak jelentkezni hozzánk tagként. Heti egyszer küldünk ki hírlevelet a termelőkről, az aktuális heti kínálatról és a rendelési táblánkat, amit szépen megnézegetnek otthon, kitöltik és leadják a rendelés olyan formán, hogy visszaküldik e-mailben. És heti egyszer itt fogunk találkozni a vásárlók a termelőkkel. Ha arról beszélünk, hogy termelők, akkor ők most hányan vannak jelenleg benne ebbe a szerveződésbe, és nagyjából mi az, ami milyen árukkal lehet találkozni, hogyha valaki innen szeretne vásárolni? Jelen pillanatban 15 termelővel állok kapcsolatba. A termékpaletta, hála Istennek, ahogy láthatjátok, széles, sajtok, füstöltáruk, zöldségek, gyümölcsök, lekvárok, szörpők, házi sütemények, még van gluténmentes süteményünk is, mézeink, különlegességeink is vannak, fűrtojás termékeink, de a terv az, hogy folyamatosan most is van folyamatban termelőkkel megállapodás, akik már nem tudtak most, de a következő alkalommal már jelen lehetnek, úgyhogy folyamatosan bővül majd a kínálatunk. A termelőkkel, akik Fehérvárról és a vonzás körzetéből érkeznek. Sajtosok, füstölt húsárusok, lekvár és süteményárusok, helyi termelők, akik több mint egy tucatnyian vannak jelenleg a közösségben, de a számuk folyamatosan bővül. Ezt a folyamatot Schulz György, a helyszínt is biztosító Jancsárkert biopiac vezetője is segíti. A kosárközösség célja is ugyanaz, mint egy termelőpiacé, nevezetesen, hogy egészséges élelmiszereket kínáljunk a vásárlók számára, az, hogy a helyi termelőket támogassuk, a helyi termékek fogyasztást népszerűsítsük. És ez teljesen mindegy, hogy ez egy piac formájában történik, egy fix felállással, vagy pedig egy mai olyan formában, ami iránt esetleg más rétegek, a fiatalok jobban érdeklődnek, és szívesebben vásárolnak egy kosárközösség keretein belül. Tehát abszolút támogatásra érdemes. Ez a kezdeményezés, nagyon ügyesen álltak hozzá, nagyon jók az első eredmények. Mi is szeretnénk még árusokkal, termelőkkel bekapcsolódni ebbe a rendszerbe, és ezen keresztül szeretnénk még elősegíteni, hogy minél több vásárlójuk legyen. Persze a fehérvári éléstár bevásárló közösségtől nem csak előrendelni lehet, hiszen mostantól közösségi piac formájában minden csütörtökön 4-től 6-ig várják majd a vásárlókat a Jancsárkertben. A tervek szerint folyamatosan bővülő termékkínálattal. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!